Ünnepélyes szerződéskötés Kazincbarcikán. Aláírták a támogatásról szóló dokumentumot a nyertes pályázók. Korszerű körülmények a sportoláshoz. Befejeződött a labdapálya felújítása a Tiszaújvárosi Ifjúsági Parkban. Turisztikai fejlesztés Ózdon. Európában egyedülálló lézer technológiával ellátott kéményt avattak. Köszöntöm Önöket, ez a B4 híradó november 1-én pénteken, Kazincbarcika, Ózd, Tiszaújváros és Encs legfontosabb híreivel. Jó estét kívánok, most következzenek a részletek. Ünnepélyesen is aláírták szerződéseiket az idei Color Fund nyertes pályázói. A helyi mikro- és kisvállalkozásokat támogató pályázati alapot több mint 10 évvel ezelőtt hívta életre Kazincbarcika város önkormányzata. Az innovatív ötletet néhány évnyi szünet után tavaly hirdette meg újra a városvezetés, és olyan sikeres volt a vállalkozások körében, hogy 2024-ben újra kiírták a pályázatot. A Color Fund célja a helyi vállalkozások működésének segítése, és az anyagi támogatásnak köszönhetően a Kazincbarcikán működő cégek fellendítése. A 2024-es Color Fund pályázati alapra 87 pályázat érkezett, a formai és jogosultsági kritériumoknak pedig 77 felelt meg. Végül Kazincbarcika város önkormányzata 16 nyertessel kötött támogatási szerződést. Mint minden a világon, én azt gondolom, hogy mi is formálódunk, és a vállalkozások is formálódnak, és az elkövetkezendő időszakban is ezek a pályázati feltételek és kiírások és ennek a tartalma mindahhoz igazodik, ami azt gondolom, hogy egyrészt maguk a vállalkozásoknak az igénye, másrészt pedig ugye nyilván az önkormányzat, illetőleg ezáltal a városnak is az igénye. A nyertes pályázókat a város üzleti reggelire várta az egyik kazincbarcikai étterembe, ahol minden jelenlévő helyi vállalkozó ünnepélyesen írta alá szerződését. Az eseményen résztvevő vállalkozókat 3 támogatási kategóriába sorolta a bírálóbizottság. 33,5%-os támogatási intenzitással segíti a város a szépségiparba tartozó vállalkozásokat, valamint azon szolgáltató vagy termelő tevékenységet végzőket, ahol az eszközbeszerzés nem eredményez tevékenységbővülést. Tavaly az egyik vendégemtől hallottam, ő fodrász, hogy megnyerte ezt a pályázatot, és gondoltam, hogy szeretnék én is akkor egy gépfejlesztésben részt venni, mert úgy éreztem, hogy a mai világban minden nő szépülni szeretne, és nagyon sok olyan invazit beavatkozás van, ami azért fájdalmas, és én szerettem volna egy olyan géptechnikai eszközt, ami non-invazit, szóval nincsen mellékhatása, és mégis tudunk feszesíteni bőrt, ránctalanítani, mert én ebben látom a jövőt, és erre a gépre pályáztam én. A támogatás igény felét kapják azok a gyártóvállalkozások, amelyeknél jelentős bevételnövekedést jelent a beruházás megvalósítása. A pályázat során eszközbeszerzési támogatást nyertünk a Color Fundon keresztül. Én nem csak anyagi támogatást, hanem motivációt is kaptam az önkormányzattól. Egy kicsit lelassult a vérkeringés a cégen belül, és nagyon régi cél volt, hogy víztisztító berendezést vásároljunk, és ezzel hatékonyabbá környezetvédelmet előtérbe helyezve a mosást tudjuk végezni. Pályázaton belül nyertünk egy hidegvizes nyomású mosót és egy komplex víztisztító rendszert. A város az igényelt összeg 2/3-át ítélte meg az innovatív pályázatok esetében, illetve ahol a város fejlesztési stratégiájához különösen kapcsolódó, a közösség fejlesztését célzó tevékenység megvalósulására irányul a beruházás. Egy közös jövőt rajzolunk ennek a városnak, és ebbe beletartozik az is, hogyha erőnkhöz mérten tudjuk őket támogatni, akkor egy olyan pályázaton keresztül, amely az ő megfogalmazások szerint is előremutató, és saját vállalkozások, saját munkájuk révén egyébként többet tudnak letenni az asztalra, többet tudnak egyébként akár a városnak, vagy saját maguknak termelni, szolgáltatásban, termékben, akkor az a mi részünkről kell, hogy támogatást kapjon. A városvezetés ugyanúgy, ahogyan tavaly, minden nyertes céghez ellátogat majd, hogy megtekintsék a Color Fundnak köszönhető beruházásokat.
Már lehet használni a felújított labdapályát az ifjúsági parkban Tiszaújvárosban. A képviselőtestület a májusi ülésén döntött a terület teljes rekonstrukciójáról. Amint egy 600 négyzetméteres pályán a régi balesetveszélyes aszfaltot felmarták, és teljesen új réteg került rá, ami egy rekordtámborítást is kapott, valamint a terület csapadékvízelvezetését is megoldották. Az elmúlt napokban elkészült a pálya felfestése, új kapukat raktak ki, és a munkálatok utáni tereprendezés, füvesítés is elkezdődött. A beruházás 30 millió forintba került. Mi nem terveztünk ünnepélyesebb átadót. Az a tervünk, hogy majd november közepe táján érkeznek a MOL vezetői, hiszen ugye ez egy közös projektunk volt, Tiszaújváros önkormányzata, és a MOL finanszírozásával jött létre a városgazda kivitelezésében, és velük együtt majd ide kisétálunk, és akkor egy kicsit örülünk ennek, de én ünnepélyes átadót nem terveztünk. Mi azt tudom mondani mindenkinek, hogy olyan csodálatos az idő, jöjjenek és még használják a pályát. Befejeződött a melegvízmérő órák távleolvasásának közel egy éves próbaüzeme Tiszaújvárosban. A rendszer kiépítése 2 éve kezdődött. Ma már a legtöbb lakás tulajdonos a leolvasott adatok szerint kapja a számlát negyedévente. A hidegvízórák távleolvasására szolgáló jeladók beszerzésére is indult kezdeményezés, de a szolgáltató jelenleg nem tudja biztosítani a rendszer kiépítéséhez szükséges költségeket. Összesen 6290 jeladót építettek be a Tiszaszolg 2004 Kft. Munkatársai a tiszaújvárosi lakásokba. A melegvíz mérőóra távleolvasásához kellenek ezek a műszerek. A tulajdonosok összességében én úgy gondolom elégedettek. Maga a beszerelés az 25-30-40 percet vett igénybe, a könyvelést gyakorlatilag a Tiszaszolg Kft. Zöggkörömentesen elvégezte. Ez könnyítés jelent a tulajdonosok számára is, hisz nem kell folyamatosan figyelni, hogy mikor jönnek leolvasni, valakit megbírni, ha nincsenek otthon. Az első jeladókat 2 évvel ezelőtt kezdték el telepíteni, mára már a legtöbb lakásban működik a rendszer. Közel 30 lakásba azonban nem sikerült bejutni és kiépíteni a rendszert. Ezek a tulajdonosok nem a tényleges fogyasztás alapján fizetik a melegvízdíjat, nekik általányról érkezik a számla. A tesztüzem 1 évig tartott, ez idő alatt vizsgálták és orvosolták a problémákat. Tavaly nyáron elkezdtünk egy tesztüzemet. Ezen tesztüzem keretén belül a hibás eszközöket kicseréltük, ahol nem lehetett távolról olvasni, ott föl megkerestük az okot, ez adott esetben egy árnyékolás is lehetett. Miután ezt kiköszöböltük, és úgy látjuk, hogy stabilan, jól működik, pontosan működik a rendszer, ezért eddig is ez alapján számláztunk, de most már élesben megy majd a rendszer. A melegvízórák távleolvasó rendszerének kiépítését az önkormányzat is támogatta. A beszerelési költségek 50%-át állta, ami lakásonként maximum 6000 forintot jelentett. A költségek fennmaradó részét a lakástulajdonosok állták, így a jeladó csak úgy, mint a melegvízóra, a lakosság tulajdona. Ma Mindenszentek, holnap halottak napja van. A temetőkben már a hét elején elkezdődött a sírok rendbetétele, a hét közepétől pedig virágokkal, mécsesekkel és csokrokkal teltek meg a sírkertek, emlékezve azokra, akik ma már nem lehetnek közöttünk. Mindenütt az emlékezés jelei. Sok sírra már az elmúlt napokban is kikerültek virágok, koszorúk és mécsesek. Itt a nagypapám van, ő hozzá jövünk ki, mondjuk egész évben járunk hozzá. Egyébként nálunk ez egy ilyen családi program. Most csak 3-an vagyunk, de egyébként pénteken a napján akkor nagyon sokan szoktunk lenni, és a környező településekre is eljárunk a halottainkhoz. Sokan távolabbi településekről keresik fel azoknak a sírjait, akik egykor fontos részei voltak életüknek. Ő a keresztapám volt, mi messziről jöttünk, Taktakenézről. Elhoztunk neki egy pár szál virágot, mécses gyújtottunk, és lélekben vele vagyunk, velünk van. Vannak, akik nemrég elvesztett hozzátartozóikat gyászolják. Szüleinkre gondolunk, akik gyakorlatilag 2 éven belül mentek el mind a ketten egymás után. Hát szép kort megértek, mert 84, illetve 86 évesek voltak. Másodszorban azért kegyelet, a tiszteletet meg kell adni. Tehát a rokonságnak, a családnak. És ez az emlékezés napja. Egyre nagyobb a forgalom a Kazincbarcikai temető mellett is,
ahol ehhez alkalmazkodva új forgalmi rendet vezettek be. A Hajcsárúttól a temető bejáratáig és a buszmegálló utáni szakasz egyik sávján úgynevezett ferde parkolóhelyet alakítottak ki. A füves területre azonban most sem szabad leállni. Szeretném felhívni a figyelmet a gépjárművel közlekedőknek, hogy ferdebeállásról beszélünk, nem az útszélével párhuzamos parkolásról, hiszen így jóval több gépjármű fér el az adott útszakaszon. Nyilván vannak a napnak olyan időszakai, amikor többen érkeznek, és ez rendkívül fontos, de a kihelyezett közlekedési jelzőtáblák egyértelmű tájékoztatást adnak a parkolás rendjéről. Indulnak az önkormányzati rendészek, az elkövetkező napokban az ő jelenlétük is gyakoribb lesz a temető környékén. A hosszú hétvégén a boltok is alkalmazkodnak az emlékezés ünnepéhez. Minden szentek napján pénteken a boltok zöme zárva lesz, míg szombaton, halottak napján már a szokásos szombati rendszerén nyitnak majd a bevásárlóközpontok és az élelmiszerboltok. Ma már a Kréta rendszeren keresztül is elérhetőek az ingyenes kressz és egészségügyi tanfolyamok a végzős diákok számára. A díjmentes csomagban az online konzultációk mellett 3-3 vizsga lehetőség is van. Az így megspórolt pénz egy része azonban az autós iskoláknál landolhat. Ők ugyanis a magasabb vezetési óradíjakkal próbálják kompenzálni az elméleti képzésekből származó bevételkiesést. Nyomd rá a jelentkezésre. Ez a végzős Brassa és diák a Kréta felületén regisztrált be a B-kategóriás jogosítványos szükséges közlekedési és egészségügyi tanfolyamra. A tanulók otthon is haladhatnak az ingyenes tananyaggal, de az oktatási intézmények is kötelesek időt, helyet és eszközt biztosítani. Nagyon sokat vaciláltam ezen, de így, hogy ezek Kréta felületén ingyenesen részt tudok venni ezen a vizsgán, így úgy gondoltam, hogy itt az ideje belevágni. Nem tovább húzni. A Brassaiban eddig 48-an, az ötvösben 8-an jelentkeztek. Az új rendszerhez tanév közben bármikor lehet csatlakozni. Én azért vártam eddig a jogosítványomnak a megszerzésével, mert már régóta mondták, hogy ingyenessé fogják tenni. Bár sajnálatra ennek csak egy részét tették ingyenessé, de egy kicsit azért ez is megkönnyíti a helyzetet. És így már a Krétában fogják kiküldeni ingyen a kreszt. Azért is jó, hogy én ezt most elkezdem, mert így az érettség előtt lesz időm megtanulni. Információink szerint az első kressz vizsgák csak kora tavasszal lesznek az ötvösben. A gyakorlati egészségügyi oktatást az országos mentőszolgálat tartja, ennek időpontja még kérdéses. Az egy településen lévő iskoláknak össze kell szervezni tulajdonképpen ezt az egészségügyi demonstrációt, ezt a tájékoztatást kaptuk. Miután elvégezték az elméleti tanfolyamot, illetve ezt az egészségügyi demonstrációt, utána kerül sor vizsgára. Ha valakinek van igényre, mert meg volt rá például, hogy van igény rá, hogy ő szeretne valamilyen témáról konzultációt, akkor mi tudunk arra biztosítani. De csak akkor, ha az autós iskola tanulója, Sütő Sándor gépjárművezető oktató szerint a személyes átbeszélés elengedhetetlen, mert hiába az online bemagolt kressz, ha azt a forgalomban nem tudják majd alkalmazni a tanulók. A sikeres vizsgák után jön a gyakorlati oktatás és a pluszköltségek. Az ingyenes lehetőségen a családok 40-80 ezer forint közötti összeget spórolhatnak, ám ennek egy része biztosan az autós iskolákhoz kerül majd. Nekik ugyanis az új rendszer bevétel kiesést jelent. Nyilván az autós iskolák szeretnék ezeket pótolni, ezeket a kieső összegeket, és nagy valószínűséggel most is így van, a máshol elméleti oktatásra részt vettek magasabb óradíjjal fognak beiratkozni, vagy úgy fogjuk átvenni. Egy alapóradi átlagosan 10 ezer forint azoknak, akik a Krétán keresztül regisztráltak, 12 ezer forint is lehet. Így a 30 órás kötelező vezetési gyakorlat 300 ezer forint helyett 360 ezerre is emelkedhet. Az, hogy a vezetési gyakorlat mikor válik ingyenesé, egyelőre kérdés. Az viszont biztos, hogy ha 2 éven belül nem sikerülnek az ingyenessé tett elméleti vizsgák, akkor a tanfolyamokat újra kell kezdeniük a fiataloknak, de ekkor már piaci áron. Kulturális műsor, lézersó, időkapszula, emléktáblaavatás és üzenet a világűrnek. Európában egyedülálló lézer technológiával ellátott kéményt avattak Ózdon. Ez egy turisztikai fejlesztést megcélzó projekt egyik jelentős eleme, amit ünnepies keretek között adtak át.
A Kohász téren gyülekeztek az emberek, az Ómi Zenész Színház produkciójával kezdődött a program. Hozd Városság nyilvánításának 75. évében indul útjára a világűr végtelenségébe. Az a speciális lézerfény, mely a volt Ózdi kohászati üzemek lerobbantott kémény sorának a helyére telepítettek. Ezekkel a szavakkal kezdte Bukovinszky Zsolt, az UMÉK ügyvezető főszerkesztője az ünnepséget, amelyen a kéménytorzót és a benne elhelyezett lézerfényt avatták fel. Ezt követően Janicsak Dávid polgármester mondott beszédet. Kiemelte, most új jelképet adnak Óznak, ezek a jelképek pedig egy város identitását határozzák meg. Azt is tudom, és ezúton is kérem, hogy senki ne nézzen hülyének, hogy jövőre nem leszünk a turisztika fellegvára, de ma itt elkezdünk valamit. Egy olyan turisztikai attrakciót nyújtunk, amit Európában sehol nem láthatnak, és biztos vagyok benne, hogyha kellő hírverést csinálunk neki, lesz egy olyan jelképe a városnak, amiért azt mondják, hogy érdemes eljönni, nézzük meg. A végtelenbe is tovább, Magyarország első a világűrig hatoló lézerkéménye, mely összeköti Ózd múltját és jövőjét. Ez a felirat szerepel az emléktáblán, amelyet Janicsak Dávid polgármester és Zsuponyó Anett alpolgármester leplezett le. Az ünnepségen egy időkapszulát is földbe temettek. Ebbe a polgármester beszéde, Ózdról szóló kiadványok, középiskolások a városról szóló jövőnek szánt üzenete, általános iskolások rajzai, valamint az olvasó 100. születésnapjára meghirdetett, a levél az olvasóhoz pályázatra beküldött, valamennyi levél is helyet kapott. A közönség együtt számolt vissza a lézerfény elindításáig. Janicsak Dávid polgármester egy nagy piros gombbal indította útjára az attrakciót, ami nagyjából 4,5 év múlva ér majd el a legközelebbi csillag távolságába. Az eseményt lézersó színesítette. A kiskörösi illetékességű Lézersó Hungary International Kft. És ügyvezetője Kovács Tamás feltaláló által beüzemelt lézerfejegység 144 önálló és párhuzamosan világító lézernyalából áll, melyek együttesen alkotnak egy fősugarat. A fejlesztés olyan különleges lézertechnológiát tartalmaz, amely Magyarországon, sőt Európában is egyedülálló. Az emberi hang egy speciális berendezéssel átkódolható a fénybe. Először Janicsak Dávid polgármester üzent a világűrnek. Üzenetünk egyszerű. Az emberi szellem és a közösségi összefogás határtalan. Az Ómi Zenész Színház nevében Szaka Attila mondott néhány gondolatot. Ózdot megjelöltük egy európai szinten is egyedülálló lézerkéménnyel, mely részben tisztelgés a múlt előtt, részben pedig egy iránymutatás és lehetőség a jövő generációja számára. A világűrből visszanézve a Föld, rajta Magyarország és azon belül Ózd csak egy porszem az univerzum végtelenségében, de nekünk itt élőknek ez jelent mindent. Balog Virág, az Újváros téri általános iskola tanulója szavalt el egy verset. Középiskolások is írtak üzenetet, amit szintén átalakítottak és az űrbe küldtek. Ezeket egy-egy ember tolmácsolta az intézmények nevében. Balázs Gézáné, Marika néni saját verset írt, amelyet Fazekasné Szabján Erika, az Ózdi Szépszó Irodalmi Kör vezetője olvasott fel. Ennek címe Lézerfények Ózdért, Kéményekért. Ezt követően közös üzenetet küldött a közönség a világűrbe. Tudod, hogy mindig csak előre kell menni. A lézer este 8-kor, 9-kor, 10-kor és 11-kor fog felkapcsolni egy negyed órára a tervek szerint, de tovább is szeretnék fejleszteni. A kéménytorzót a több mint 5000 eredeti kéménytéglából építették fel az egyik kémény megmaradt alapjára. A vasgyári emlékeket megidéző építmény a most kialakuló turisztikai fejlesztések első állomása. Az átadott lézerkémény egy ipartörténeti képszoborgyűjtemény monumentális elemeiből álló sétaútvonal része. A projekthez hozzátartozik VR élmény a múzeumban és szabaduló szoba a légoltalmi pincében. A város vezetése azt reméli, a turisztikai attrakciók felteszik Ózdot a vármegye turisztikai térképére, hirdetve ezzel, hogy Ózd kisváros, de nagy titkokat rejt. Az őszi időszak beköszöntével aktívan dolgoznak Kazinc Barcika zöld felületeinek rendbetételén a Barcika Park Kft. Munkatársai. A cél továbbra is az, hogy a városlakók egy szebb és élhetőbb környezetben tölthessék mindennapjaikat. A cserjeágyásokat teszik rendbe a városban a Barcika Park Kft. Munkatársai a Völgyparkban.
kiszedik a gyomokat, fellazítják a talajt, amelyet nitrogénnel és egyéb tápsókkal dúsítanak. Az ősz a jövő nyár előszobája is, amely kiváló időpont a tulipánok és az árvácskák kiültetésének, illetve a fák telepítésének is. Molnár Péter főkertész szerint az idei év tapasztalatai alapján újra kell gondolni a növények fajta választékát is a klímaváltozás okozta kihívások miatt. Helyettük olyan fajtákat ültetnek, amelyek jobban tűrik a városi környezetet és az éghajlati változásokat. A fák kivágása továbbra sem öncélú, kizárólag balesetveszélyes, előregedett vagy száradó fákat távolítanak el. El fog kezdődni a főtéren, a Egresin, látóhelyéből csináltunk egy szorbusz, egy berkénye allét egyébként, ami sokkal-sokkal szebb lesz, mint amik ott voltak ezek az erősen pusztuló ezüstjuharok. Most nagyon sok kimentés, azt még továbbra is visszük tovább azt a berkénye allét ott. A Völgyparkban és környékén folytatott munkálatok mellett a Liné István téren is sok feladat vár a Barcika Parkra, hogy a terület elérje a város más részeinek színvonalát. A lombhullás miatt az elsődleges feladat a lehullott levelek összegyűjtése és elszállítása, melyette a balesetek elkerülése érdekében az úttesteken, járdákon és kerékpárutakon végeznek el. Az összegyűjtött zöld hulladékot komposztálásra szállítják a hulladéklerakóba. A munkálatok között kiemelt szerepet kap a téli hónapokra való felkészülés is. A kollégák elkezdték a gépjárműparkot felkészíteni és átvizsgálni, mely majd síktalanításban fog részt venni, valamint az intézkedési terv felülvizsgálata is zajlik. A cél, hogy Barcika zöld területei egész évben megújuljanak és szépüljenek, hozzájárulva a város élhetőségéhez. Ózdon vendégeskedett 3 napon át az ATV stábja, akik a Hazahúzó című magazint forgatták. Több helyszínt is bejártak, elsőként a Városháza előtt kapcsolták be kamerájukat, ahol Janicak Dávid polgármester mutatta be a település néhány fontos látnivalóját. Ezt követően 1,5 órás bejárást tartottak, ahol Ózd több pontján is megálltak felvételeket készíteni. Az egribi kövér nyomában a szomolyai cseresznye és egyéb értékek, a siroki vár és egyebek. Csak néhány cím a hazai üdülési és szabadidős lehetőségek magazinjának sorából, melyeket a környéken forgatott a Hazahúzó stábja. Most Ózdat is górcső alá vették, így a város is bekerül az Országos Televízió turisztikai sorozatának szériájába. Az ATV stábját a Városházán üdvözölték, majd Janicsak Dávid polgármesterrel indult 1,5 órás sétára a forgatócsoport Rozsi Marianna szerkesztő riporter vezetésével. A főszerkesztővel mindig azon tanakodtunk, hogy még mit lehet, mit nem lehet leforgatni Borsodban, és akkor jött az ötlet, hát ózd, hát ez milyen egyértelmű, és hogy azért örülök ennek, mert nagyon sok embernek egy teljesen másképp él még a fejében Ózdról, és mi most azt szeretnénk bemutatni, hogy ez egy teljesen más, most már egy teljesen más város, mint mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt, és amit eddig láttam, nagyon tetszik. Ózd városa bővelkedik épített értékekben, volt mit rögzíteni a stábnak. Meglátogatták az ózdi muzeális gyűjtemény és gyártörténeti emlékparkot, természetesen a nemrégiben átadott lézerkéményt is megnézték, de a Tiszti kaszinóban is forgattak. Nagyon örültem neki, amikor befutott az érdeklődés az ATV turisztikai magazinjától, hiszen régóta szeretnénk a városunkról sokkal pozitív képet bemutatni az ország lakóinak, és különösen szeretnénk most már a következő évtől a turizmust és az idegenforgalmat előre mozdítani, aminek egy jó első lépése az, hogy a tévénézők országosan is élőben láthatják, hogy Ózdon milyen természeti és épített kincseink vannak, ami miatt érdemes ide látogatni városunkba. A délután folyamán a 100 éves olvasó épületét rögzítették, melyben a Szabadszombat Táncegyüttes táncházat szervezett. Ízelítőt adtak a stábnak arról, milyen hagyománya van a városban a néptáncnak. Nagyon-nagyon jó dolog az, hogyha egy országos televízió is érdeklődik utánunk, nagy megtiszteltetés, és az külön öröm, hogy benne lehetünk a Hazahúzó című műsorukba. Úgyhogy ez szerintem itt bárkit, aki itt Ózdon csoporttal dolgozik, csoporttal teljesít valamilyen szintet, az csak jó dolog lehet, hogyha elviszik a hírünket.
Drótos tető, nagyvölgyi állatsimogató, ifjúsági park, lézerkémény, ómi zenés színház. Hogy csak néhányat említsünk a sok-sok forgatási helyszín közül. Az ATV stábja rögzített mindent, amelyen keresztül bemutatják a várost a turisztikai műsorban. Következnek az utómunkák, mi pedig nézőként várjuk, hogy más szemmel hogyan is látják ma Ózdot. Gála műsorral ünnepelte Ózda az olvasó fennállásának 100. évfordulóját. Az ez során az épületben működő csoportok is bemutatkoztak, de vendégelőadók is színesítették a programot. Különféle táncos, énekes produkciók töltötték meg élettel a színpadot, a zárás pedig szó szerint szikrázó volt. Ugyanis amikor a torta megérkezett a világot jelentő deszkákra, hatalmas szikrák lőttek ki, megkoronázva ezzel a jubileumi alkalmat. Két huszár fogadta az érkezőket az olvasó bejáratánál. Az emberek az épület fennállásának 100. évfordulóját jöttek ünnepelni. A színház terem teljesen megtelt. Mélyen meghatva állok itt, amikor látom, hogy a 40 évvel ezelőtt elvetett kicsiny mag milyen terebélyes fává növekedett. Az elhangzott sorokat Faragó Gyula egykori kormányzati főtanácsos, gyárigazgató, olvasóegyleti elnök mondta, amikor átadták az épületet. A jegyzőkönyv felidézése után néhány perccel a New Step Fitness és Táncstúdió 3 légtornásza vette birtokba a színpadot. A koreográfiát kifejezetten a jubileumi alkalomra állították össze. ...1923-ban a település felismerte, hogy szükség lenne egy olyan helyre, ahol a Rimamurány Salgótarjáni Vasműerté Ózdi kirendeltségének munkatársai igényes, szép környezetben tölthetik el szabad idejüket. 1924. október 19-én, azaz 100 évvel ezelőtt át is adták az épületet. Hölgyeim és uraim! Üdvözöljük Önöket a 100 éves olvasó születésnapi gáláján. Bukovinszki Zsolt az OMÉK ügyvezető főszerkesztője, valamint Fábián Dobos Eszter művelődési ágazatvezető voltak az est házigazdái. Köszöntő beszédet Janicsak Dávid polgármester mondott, aki többek között elmélkedett azon, miket tudnának mesélni azok a 100 éves falak. Köszönetet mondott az elődöknek is azért, hogy megúvták az épületet. Micsoda lábnyomokat rejtenek ezek a deszkák! Sztárok, színészek, énekesek, politikusok, híres emberek, fellépők, humoristák, tudósok, szakértők, képzőművészek és táncosok. Mind-mind itt jártak előttünk és szónokoltak, beszéltek, játszottak, táncoltak, előadtak a mi kedvünkre. És mindeközben itt hagytak nekünk egy darabot az életükből, mely itt velünk él tovább. A köszöntő után az Ózdi Szívbetegek Egyesületének produkciója következett, akik két összeállítással készültek az estre. Az előadásuk után az Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület apróságai, rába közi táncokat mutattak be. Az eseményen Rizs Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is köszöntötte az ünneplőket. Felelevenítette gyermekkori emlékeit is az épületről. Tele volt ez az intézmény, mindig is jó szakemberekkel. Tele volt az intézmény élettel, ez lüktetett. És tele volt kiváló ózdiakkal, mint Adorj János, Mizerák István, Bender Ernő, és sorolhatnám még azokat, akik így képként előjönnek. Én hiszem azt, hogy sokunkban képek villannak most föl, képek villannak föl a múltból, szeretteinkkel együtt. Az est házigazdái a kulturális blokkok között az olvasó múltját is felelevenítették. 7 éven keresztül üresen állt az épület. Az állaga évről évre rosszabb lett, de végül megmentették a kultúra központját. 2007. augusztus 28-án Hiller István, akkori oktatási és kulturális miniszter adta át a felújítás után. Ez is közrejátszott abban, hogy ez az ünnep létrejött. A múlt idézés után az Ózdi Nyugdíjas Klub produkciója következett. A Szarkaláb Néptánc csoport szintén rába közi táncokat mutatott be. Az Ózdi Néptánc Egyesület zárta az első felvonást, akik felcsúti táncokat hoztak el a színpadra. Az ünnep második felvonását az Ómi Zenész Színház tagjai nyitották meg, több dallal készültek a jubileumi ünnepre. Utánuk az Erika Seeden School and Company Ózdi formációi vették birtokba a színpadot, majd a Szabadszombat Tánc Együttes mutatta be produkcióját a közönségnek. Az olvasóban működő csoportok sorát az Ózdi Városi Vegyeskar előadása zárta.
Az épület számos egyesületnek, klubnak otthont ad. Többen már évek óta dolgoznak a falai között. Az esemény végén az estházigazdái köszönetet mondtak a csoportok vezetőinek, emléklappal kedveskedtek nekik. Itt kell megköszönni azoknak az elődöknek a munkáját, akik ezt a házat ilyen állapotban hagyták ránk. Akár már ha a tervezőkre, építészekre gondolunk, akár hogyha arra a nehéz időszakra, amikor nem használták semmire, és utána sikerült felújítani és újra belakni. Mi is minden nap azért küzdünk, hogy itt minél nagyobb legyen az élet. És felelősség az is számunkra, hogy az ózdiakat különféle szórakoztató, kulturális, művelődést segítő programmal lássuk el. A gálát a Fever Tánc stúdió előadása zárta, akik ismert filmzenékre táncoltak. Hatalmas szikrák repültek az épületben a magasba, a születésnap elengedhetetlen kelléke volt a torta, amivel megkoronázták a jubileumi alkalmat. Adásunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Ünnepélyes szerződéskötés Kazincbarcikán. Aláírták a támogatásról szóló dokumentumot a nyertes pályázók. Korszerű körülmények a sportoláshoz. Befejeződött a labdapálya felújítása a Tiszaújvárosi Ifjúsági Parkban. Turisztikai fejlesztés Ózdon. Európában egyedülálló lézer technológiával ellátott kéményt avattak. Kedves nézőink, ez volt a B4 híradó Kazincbarcika, Óz, Tiszaújváros és Encs legfontosabb híreivel. Én híradót készítő kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!